Szeretettel köszöntök mindenkit. Ég és föld ölelésében három része a következő módon tagolódik. Az első két órában, vagy másfél órában arról szeretnék beszélni, hogy milyen is az eredendő gondolkodás, milyen a kisgyermeknek a gondolkodása. Mi felnőttek meg vagyunk győződve arról, hogy a kisgyermek ugyanúgy gondolkodik a világ felől, mint ahogy mi, pedig ez nem így van. Valamikor, amikor az ember még nem szakadt ki el a mindenségből, akkor így volt, de mióta elszakadtunk, kiszakadtunk, azóta gyökeresen más a kisgyermek gondolkodása, mint a felnőtté. Tehát ez lesz az első rész. A második részben összefüggő hármasságról lesz szó, mégpedig a rajzi jel, a hang és a szó összefüggő hármasságáról. A harmadik részben, ha még bírják, akkor megint csak összefüggő hármasságról beszélek majd. Ez pedig nem más, mint a őskép, a játék és a mese. A sorrend az nem így van, őskép, mese és a játék. Tehát a három résznek ez lesz a tartalma, és a gyerekrajzok segítségével közelítjük az eredendő világképet. Fővárosi kislánynak a rajza valamikor a 80-as évek közepén követte el. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mikor rajzolta a gyerek a rajzot, mert egyre rosszabbak a gyerekrajzok. Ez nem abból következik, hogy a gyerekek egyre rosszabban rajzolnak, hanem egyre rosszabb a kisgyereknek a környezete. Bizonyíthatóan. Olyan óvodában rajzolt a leányzó ezt a képet, ahol föladatot kaptak a gyerekek. Rajzi föladatot kaptak. Rögtön az elején, hadd mondom hangsúllyal, hogy a kisgyermeknek semmiféle föladatot nem szabadna adni. A lehetőségét kell teremteni annak, hogy a kisgyerek játszon, és játszon addig, amíg bele nem fárad a játékban. A régi társadalomban se a polgárcsalád, se a parasztcsalád nem adott 7 éves koráig semmilyen feladatot a gyereknek. Gyerekségében kell megerősödni, és hogy mivel kell megerősödni, hát azokról szólok majd bőségesen. Itt föladatot kapott a gyerek természetesen, mert akkor ez természetes volt, központilag előírták azt, hogy a gyereknek mindenféle föladatot kell adni az óvodában, egyebek között rajzi föladatot is, hogy fejlődjék. Azt a föladatot kapta társaival együtt, hogy rajzolja le a hétvégi élményét. Ez olyan bravó feladatok közé tartozik természetesen, felnőttnek is megviselő dolog, de a gyerek az hallgat a óvónénire, ha szereti az óvónénit, akkor különösen, és eleget akar tenni a kérésnek. Elkezdte rajzolni a sátrat, amiből egyértelmű, hogy a hétvégén kirándulni voltak. Nagyon árulkodó ez a sátor, mert erre a sátorra rárajzolt az antennát, méghozzá a televízió antennát. Ugyanis a városi ember, ha kimegy a természetbe, ahol benn kellett volna maradnunk, akkor viszi magával a hordozható televíziót, ha van neki ilyen, ha nincs, akkor a rádiót viszi magával a kinyitható asztalt, a kinyitható széket, a kávéfőzőt, hadd ne soroljon. És bent van a sátorban. Nagyon sok esetben megfigyeltem azt, hogy a kisgyerek vagy a kisgyerekek szeretnék, ha legalább hétvégén apa vagy anya játszana velük, de hát ők nézik a filmet. A feleség az nézi a Szappan operának a egyik részét, az ember meg alig várja, hogy a meccs közvetítése elkezdődjék a televízióban, hiszen ezekről nem szabad lemaradni. Csak szépen fokozatosan az ember lemarad saját életéről. Szóval tapasztaltam azt, még a gyerekvilág műhelytáborban is, hogy a kisgyerek az berúgja a labdát a sátorba, és amikor harmadszor teszi, akkor már megjelenik apa,
Na nem játszani jelenik meg, hogy, hanem az anyád. De a kisgyerek számára nem az az antenna a fontos. Az az antenna a fontos, ami nincs rajta sátron. De rajta van minden olyan formán, amelyik fölfele, az égfele nyúlik, így rajta van a sátor háromszögén is. Ez az antenna az az ő gondolkodásából következik. Tehát minden sátorforma, a háztetőnek a sátra is, a gyerek gondolkodását, a gyerek nyilladozó gondolkodását, ami lelke kedvébe fészkel, azt viszi fölfele, keresi az égit, keresi a égi üzenetet. Aztán érdemes odafigyelni arra, hogy igen hamar befejezte a sátor rajzolását, mert erről a sátorról egy másik sátor jutott eszébe. Ez a másik sátor pedig nem más, mint a királylánynak a hajasátra. Ez a rokonító gondolkodás. Nagyon ronda kifejezéssel, asszociatív gondolkodásnak nevezzük ezt. A gyerek soha nem azt rajzolja, amit lát, hanem amit a látvány kivált belőle. Amit eszébe juttat neki a látvány. Ez esetben a királylány hajsátrát juttatta eszébe, és még egy sátrat, a királylánynak a testesátrát. Nos, ez a két sátor hihetetlen fontos, nem csak a kisgyermek számára, de főképp a kisgyermek számára, mert a királylánynak ez a kettős sátra, ez a kettős anyaság, amely ősidőktől fogva jelen van a világban. A királylány hajasátra az anyai szeretetet, az áldozatos anyai szeretetet idézi meg, a királylánynak a testesátra pedig azt a fajta vágyakozást, amely minden kislányban benne van, hiszen vele születik, hogy fölnőve majd anya legyen belőle. Ez a kettős anyaság. Érdemes arra is odafigyelni, hogy csak nálunk magyaroknál, kereszténység előtti hitünkben már jelen van ez a kettős anyaság. Ugyanis ismertük Boldogasszony, és Boldogasszony kettős. Nagy Boldogasszony, akinek égi foganással lánya születik, a kis Boldogasszony, aki szűz. Ez a kettős anyaság, Boldogasszony képünk kettős anyasága eredendő, kapott. Nem kitalált, hanem ajándékba kapott, megtalált. Népünk, amikor ideje érkezett, hogy ezt megtalálja, akkor megtalálta, és azóta is ez a nép őrzi ezt a kettős anyaságot. A kereszténységben Nagy Boldogasszony, a hajsátor Szent Annává személyesül, az ő szűzlánya, Kis Boldogasszony pedig Szűz Mária lesz. Úgy tűnik, hogy nem elég az, hogy minden gyereklány a világ minden pontján azzal a belső késztetéssel születik a világra, hogy fölnőve anya legyen. Ehhez kell a környezetében az áldozatos anyai szeretet is. Mert csak így folyamatos az ember élet a világban. A legfontosabb forma, amit látnak ezen a képen, a királylány forma. És hogy ez szentséges anyaság, azt nem nekünk kell kitalálni, azt a kislány jelzi a koronával. Szentséges anyaság. És erről a kettős sátorról is, hasonlóképpen a kiránduló sátorhoz, ennek a csúcsáról is, korona csúcsáról, antenna indul fölfele, keresve az ég középpontját. Ez esetben az ég középpontja az ő rajzi jele, ott fönt, a gyöngysor. Kiváló rajzi jelet kapott az óvodában. Nem lehet elégszer mondani, hogy jó rajzi jeleket kell adni a gyereknek. Nagyon sok esetben találkoztam olyan rajzi jellel, hogy a kisgyereknek mokkás pohár volt a jele. Azt én elhiszem, hogy az óvónéni nagyon szereti a fekete kávét,
de azért a kisgyereknek nem okkás pohár legyen a jele. Olyan jele legyen, ami az ő lelkébe fészkelő ösképet előhívja. A gyöngysor a szűz megidézője. A régiségben csak lányok hordhattak gyöngyöt magukon, amikor asszonnyá váltak, azt már nem hordhatták, sőt a magyar lányoknak gyöngyös pártájuk is akadt. A kisgyerek rajzi formái között is ott van a gyöngyel rokon, kicsi karika, illetve kicsi folt, ami a szűzséget, a gyerek még szűzségét idézi meg. Egyértelmű az ő lelke vágya, az ő belső késztetése és törekvése, el kell érni a szűzségnek azt az égi magas fokát. Igen sok esetben hallom a szülőktől, hogy ez a büdös gyerek az a szobájába is föl akarja veretni a sátrat. Igen, a szobába is kell neki a sátor. A sátor természetű védelem. Ha nem veri föl apa neki a szobába a sátrat, akkor tesz róla különösen így. Ilyenkor, amikor az élőfény már nagyon kevés, amikor a bentbe szorul a életünk, amikor az anyában élünk, ha akarjuk, ha nem, nagyon fontos számára a kuckó. Akkor fog egy széket, oda teszi az asztala mellé, arra ráteszi a pokrócot, de tesz arról, hogy ott legyen a sátorral teljesen rokon, bensőséges dolog, ami az anyaméhet idézi meg. De kell ilyenkor az anyamének a melege. Ha tovább vizsgáljuk ezt a rajzot, mert minden gyerekrajz beszédes. Minden gyerekrajz kivétel nélkül. És jóval gazdagabb a gyerekrajz beszéde, mint amennyit mi felnőttek föltételezünk arról. Érdemes megfigyelni azt, hogy a királylány mellett találunk két őrzőt. Természetes, hogy van mellette két őrző, hiszen valahányan mi emberek életfák vagyunk. Valahányan. Az életfa velünk, bennünk létező dolog, az életfa pedig nem más, mint a mindenség alaprendje. Szoktam volt mondani, hogy jó esetben embernek a feje az a felső világot idézi meg, a szellem világán. Az embernek a gyomra, nőnek a méhe, nemzőszervek, azok pedig az alsó világot idézik meg. Az általános életfánál is ugyanez van, ami rendszerint nálunk magyaroknál vagy fában, vagy virágban valósul. A közbülső pedig mindig osztott. Részbe fölfele csatol, a teremtő szellemre utalón, részbe pedig lefele hajul anyához. A teremtő fényt óhajtó és örökké befogadó anyához. Nos, ezek a királylányok is életfák. A fej és a korona a fönti világ, a testnek a sátra a lenti világ, a anyasságvágy, a fény szomjúsága, a haj az lefele csatol az alsó világhoz, ez is az anyához tartozó, a kéz pedig fölfele lendül a szellemvilágát célozandó. Tehát minden királylány kivétel nélkül életfa. Ne a gyerek nyilladozó értelmét vonjuk felelősségre ezért, mert ő ezt nem tudja, neki erről belső tudása van. Minden kisgyerek, amikor rajzol, akkor révületben van. Meg kell figyelni. Nem figyel semmire, csak arra figyel, amit tesz. Minden kisgyereknek a teremtő fogja a kezét. És a kisgyerek hagyja, hogy a teremtő fogja a kezét. Ezek a rajzok, a gyerekrajzok, isteni diktátumok. Isten az, aki tolba mond, a gyerek az, aki a tolbamondást képírássá teszi át. Minden gyerekkel ebből következően újra születik a világ. Kivétel nélkül minden részén a föltekénynek. Ezért nagyon becsülni kell a gyereket. Sok esetben a gyerek természetesen véthelyesírási hibát, ő, aki a tolbamondást képi, írássá teszi át, de
lényegi hibát egyetlen gyerek nem követ el. Ezt bátran merem mondani, mert több mint két évtizede odafigyelek a gyerek rajzolására, és nem csak a magyar gyerekek rajzait ismerem. Két oldalt a királylány mellett, az életfa mellett ott találjuk az őrzőket, mint ahogy a népünk életfái mellett is ott találjuk az őrzőket. A mi életfáink mellett általában szarvas az őrző, ami fényes vezetőállatunk, vagy a ló, hiszen mi a fehér ló népe vagyunk, magyarok, a felső szinten pedig madarat találunk őrzőként. Ezek az általános őrzők. Az őrző az mindig a lényegre utal. Ennek a kislánynak az őrzője a lélekbe fészkelő lényegre utal az őrző, a nyúl. Miért lehet a nyúl a kislánynak az őrzője? Azért egyszerű oka van ennek, mert a nyúl, mint a környezetünkben létező állat, alkalmas arra, hogy megidézze a szüzet. A keleti állatövi jegyrendszerben a nyúl és a macska a szűznek a jelölője. Természetesen a kislány nem hallotta Pap Gábor előadását, ő belülről tudja azt, hogy a gyöngy és a nyúl egyaránt őrző. A gyöngy ott fönt, az égi mezőn, a nyúl pedig itt lent, a környezetemben. Aztán érdemes arra is odafigyelni, hogy nem egyforma ez a két nyúl, hiszen az embernek nem egyforma a jobb keze fele, és nem egyforma a bal keze fele. Itt kell föl minden reggel bennünk, valahányunkban a nap, itt uralkodik, itt szentül le. A születés helye itt van, hiszen az ember téridő létező, és nem csak része, hanem egésze is a világnak. Azon a helyen, ahol föl kell a nap, ott egy hegyes formát kapunk. Ez a rajzi mezőn apának a helye. Ha apáról mond valamit a gyerek, képi módon, így, akkor általában nem mindig jobb oldalon találjuk a rajzlapon. Ez a délelőtt helye, ez a cselekvés helye, ez apa helye. Annak megfelelően még nem alakult ki a forma. Egy hegyes, égfele szökő, cselekvésre biztató, tüzet idéző formát kapunk. Ez a délelőttnek a lényege. Minden délelőttnek ez a lényege, és minden tavasznak ez a lényege, hiszen a délelőtt és a tavasz az idő nagy és kis egysége, az rokon egymással. Amikor leszentül a nap, akkor ez már nyuszivá formálódik, megszelidül, természetesen. Itt szentül le bennünk a nap, ez az érzelem helye, ez anya helye. Ez, ha úgy tűnik, a nyusziság helye, az esztendőkörös változásrendben is, hiszen szeptember a szűz időszaka, az elcsöndesülés időszaka. Valaki azt mondja, hogy ezeket Molnár Jóska bácsi belemagyarázza a rajzokba, akkor figyelje meg, hogy a gyerek mennyire következetes. Minden kisgyerek számít arra, hogy vagy a szüleje, vagy az óvónénie teljesen jó szándékkal, ha hall ilyen rajzelemzést, azt mondja, hogy ez belemagyarázás. De óvatos a gyerek, ezért a jövendő világba, ahol az ő anyaság vágya van, még egyszer a gyöngébbek kedvéért megismétli ugyanazt. Tessék megfigyelni, ahol a hegyes forma van, ott egy hosszú, hegyes, égfele szökő házat találunk. Ahol a nyuszi van, ott egy kicsi, szelíd virágot. Ahol a korona van, ott egy gyönyörű, be- és kiteljesedett hatalmas fehér virágot. A nagy egység és a kis egység természetesen szerkezetében, lényegét tekintve egy. Ezt is közli velünk. A következő rajzon
budapesti lányzó rajzolta ezt is, 6 év körüli. Következő rajzon ugyancsak azt látjuk, hogy királylányt formál az alkotó, és a királylánynak először olyan kicsi hajat rajzol. Megint a rokonító gondolkodás. Erről a kicsi hajról, amit lerajzolt, eszébe jut neki egy másik haj. Itt nem hajsátor, hanem hajkapu jut neki eszébe. Ha megfigyeljük, hogy hol van ez a hajkapu, akkor azt tapasztaljuk, hogy ott van, ahol reggel fölkel a nap. Pontosan azon a helyen van. És ebben a hajkapuban, ami nem más, mint az anya kapu, ebben minden reggelen az ég és föld királynéje anya kapujában, Mária kapujában a régi emberek számára fölkel a nap, világra szépül. Ez a napkelte helye, közli velünk. Nem csak az, de az is. Ahol uralkodik a nap, ott a napot látjuk, hatalmas és személy. Mert minden gyerek számára a nap személy. Nem megszemélyisíti a napot, félreértés ne essék, a napban bent van a személy. Nem látható, érzékelhető. És erről is belső tudása van a gyereknek. Ahol le kell menni a napnak, ott a csillag van. És megint ez a büdös következetesség a gyereknél. Ott alatta, mint ahogy mondta a rajzoló gyerek, amikor lemegy a nap, akkor elalszik a virág. Tessék nézni. Elalszik a virág. Pontosan tudja, hogy mit rajzol. Belső tudással. Pontosan. Soha el nem téveszti. Ha eltéveszti, akkor nagy baj van a környezetében. Akkor igen nagy baj van a környezetében. És természetesen a napnak nem csak ez a 3 látható helyzete van, hogy föl kell, uralkodik és leszentül, elcsöndesítve bennünket, a virágkedvünket, hanem van egy 4. helyzete is, amikor megszület. Az a születés helye. Ott lent. Ez a 4 helyzete van. És mit látunk ott? A szívlevelet, vagy a sziklevelet látjuk ott. Ez a szívlevél, ez a sziklevél pedig nem más, mint a szülői jelenlét. Az áldozatos szülői jelenlét. A szív a kőkortól kezdve jelen van az ember műveltségében, és a világ minden táján, az áldozatos szeretetet közvetíti. Áldozat nélkül ugyanis nincs szeretet. Nem volt soha. És ez a szeretet a rajzoló gyerek számára szent. Szentséges. Glóriával övezett. Egyértelmű, tiszta szívközés. Csak így lehet a nap alatt ilyen szépséges virággá szökkenni. Tessék megfigyelni a gyerekrajzokon, és ezt sajnos egyre inkább meg lehet figyelni a félcsaládokban, hogy ahol nincs apa a családban, ott ennek a szívlevélnek hiányzik az egyik fele, mégpedig ez a fele hiányzik. Következetesen az a fele hiányzik. A rajzzal a gyerek elindul felfedezni a világot. És ahogy elindul felfedezni a világot, ez belső út, ez egy kapott út. Az eredendő gondolkodás szerint, hogy természetesen felfedezi azt is, hogy itt baj van, ott baj van, amott baj van, hol van baj. Azért fontos, hogy szabadon rajzoljon a gyerek, hogy a maga módján, a hozott, kapott anyaggal fedezze fel a világot, és azért is fontos, hogy a gyerek szabadon rajzoljon, mert üzen nekünk ezzel a rajzzal, hogy itt baj van, ott baj van, amott baj van. Érdemes odafigyelni erre a rajzra azért is, mert az ég az szokatlan, dehogy szokatlan. Ilyen az ég. A gyerek, amikor az anya méhből
világra szépül, akkor az anya csöcsből, nem véletlen mondok csöcsöt, már kiigazítottak engem, hogy ne paraszkodjak előadáson. Mi így nevezzük az anyának a domborulatát. Nem mell, melle a férfinak is van, de az dekoráció. Nem is emlő, mert az állatoknak van emlője. Nem is kebel, mert mind a két neműnek van kebele. Ebben a hazában, Moldvától egész a Lajtáig, és a Felvidéktől egész a Vaskapuig, valamikor ennek ez volt a neve. Szeged környékiek úgy mondták, hogy csöcs, meg a somogyiak, a palócok úgy mondták, hogy csecs, és a székelyek úgy mondták, hogy csics. Erről még majd szó lesz természetesen, hiszen a világ egyik legfontosabb létezője, mert a gyerek folyamatosan kapja a szeretetet. Az anya mélyben a minden szeretetet kapja, és amikor onnan világra szépül, akkor az anya csöcsből kapja a szeretetet. Mert nem csak tejet kap az anya csöcsből. Az anya akaratán kívül, mondom, akaratán kívül a minden szeretetté változik, amikor szoptatja a gyerekét. Kérdezték tőlem, hogy a cigányasszony is? Igen, a cigányasszony is. Tessék megnézni, amikor leül az útszélén, előveszi a csöcsét, és szoptatja a gyerekét. Akkor semmi más nem létezik számára, mint amit csinál. Akkor gyerekké szépül az anya is. Akkor mind a ketten ők Isten tenyerén vannak. Téridőn kívüli létező. Igen. Az anyacsöcsnél hatalmasabb létező földi környezetünkben nincsen. Nem véletlen az, hogy öreganyáink, az én pankaroszi paraszt öreganyám is azt mondta, hogy Isten úgy szeret bennünket, mintha anya lenne. Igen. Isten anyaként szeret bennünket. Az ő szeretetét az anyasság közvetíti. Aztán ehhez az egyik jezsuita páter hozzátette, miután ezt egy japán tengerésztől hallotta, amit az én öreganyám mondott Pankaszba, hozzátette, hogy igen, Isten anyaként szeret bennünket, de férfiként teremti a világot, és férfiként adja annak rendjét. Isten férfi is, meg nő is. Teremtő is, meg teremtet is. Isten a minden. És nem véletlen, hogy az ég, amelynek fényét keresi, minden létező, még a fű is, amikor világra szépül, fölfele törvén, hogy az ég az a bennünket anyaként szerető Isten. És milyen a föld? Ez a gyerek a pesti aszfaltot koptatta, amikor ezt rajzolta, de nem az volt számára lényeges, hanem az, amilyen a föld. Egyszerre hullám, egyszerre víz, egyszerre hullám, egyszerre kígyó, és egyszerre fölszántott szántóföld is, mert itt a növények nőnek belőle. Igen, ez a föld. A hullám az gyönyörű dolog. A hullám, erről majd szó lesz a második részben bővebben, egyszer kupa. Szomjózom a fényt. És amikor megkapom, akkor kapu. Kupa, kapu. Kupa, kapu. A fény szomjúsága és őrzése. Ez a föld, az anyaföld, ahogy mi nevezzük. Mondom, az anyaföld. És ott, ahol az égi csöcssor megnyílik, sugarasan nyílik meg, ott szépül világra az emberlény, ez esetben a királynő. A galgamentiek nem messze Budapesttől a mai napig azt tartják, nem csak az öregek, hogy minden gyerekkel napocska születik a világra. Igen. Itt napocska született a világra. Ég és föld ölelésében létező emberlény. Menjünk egyel tovább. A Panhágia
Szófiának a középkori ikonja, amit itt látnak, és ez szerkezetébe ugyanaz, mint a királynak. Szűz Mária a gyerek Jézussal. Mária köpenye kapujába minden reggel világra szépül Jézus. Minden reggelen. Kivétel nélkül. A régiségben, ott azon a vidéken, ahol én öreg szüleimet kaptam, minden reggelen egy teres részt sepert öreganyánk az első ház előtt. És ott a háztól nem messze, ott volt az istenfa, a tuja, az égérő tuja, amit ők nem tujának neveztek a törzségben, Délvas megyében, hanem ciprus, illetve cédrusfának. És minden reggelen, ha nem volt borús az idő, erre egy kis teres részlet érdepelt a egész család, és ott a ciprusfa, a cédrusfa tövébe láttuk meg a napot. És öregapánk eképpen kezdte az imádságot. Mikor reggel fölkelek, napkeletre tekintek, ott látok egy aranyágat, aranyágon zöldességet, ott jön Krisztus. Igen. A rokonító gondolkodásban a nap alkalmas arra, hogy a bennünk lévő Jézusit cselekvővé tegye. Mi nem ott látjuk Jézust a napon, Jézus bennünk, akikbe személyesül a teremtői fény, jelenik meg minden reggel a Jézusi, az emberré lett Isten, a fényesség. Megjelenik. És ha megfigyelik ezt a királyné alakot, mert az a korona, az a glória a feje fölött. A hajsátor, az a nagy hajkapu, az itt a köpeny kapuja. A naprózsa, a királylány teste rózsája, az pedig a közénk szépült Isten, Jézus. Ugyanaz a szerkezete. A középkorban az eredendő világkép vált szentképpé. És nekem az az ajánlatom, hogy ha otthon gyerekeink reggel nem is a nappal indulnak útnak, nem is azzal indulnak útnak, hogy személyessé válik bennük a fényesség, akkor legalább a szobájukban olyan kép legyen, amelyik ősképi. Mert ha Mickey Mouse-t lát meg valaki reggel, arra ébred, akkor Mickey Mouse-szá válik. Mondom, akkor Mickey Mouse-szá válik, vagy Zorro-vá. Ez törvény. Két angyalt, a két arkangyalt látjuk ott fönt Mária mellett, hiszen itt is kell a nap, itt is uralkodik, Máriában uralkodik, és itt is leszentül, és itt is születik, Máriába születik. Itt is itt van az a négyes, az az általános négyes. Ahol kell a nap, ott Gábor arkangyalt látjuk. Az a ünnepe, az március 24-én van, a tavaszi napi egyenlőség környékén, ahol leszentül a nap, ott pedig Mihályt látjuk, Mihálynak a névünnepe pedig szeptember 29-én van az őszi napi egyenlőség jelölőjeként. Teljes rendje világnak. És hol születik Jézus? Karácsonykor. És hol uralkodik a nap? Máriában. A nyári napfordulat Máriáé, a sallós boldogasszonyé, az asszonyé, a teljes asszonyság. Ezek nem kitalált dolgok. Művészetnek csak az nevezhető, ami égi, isteni diktátum. Csak az, ami révületbe készül. Mint ahogy a gyerekrajz révületbe készül.
és ehelyett mi mit kérünk a gyerekektől? Hogy rajzolják akkorára a házat, amikorának lenni kell a virág mellett. Miért rajzol nagyobb virágot, mint amekkora ház? Ilyen butaságokat kérünk tőle. Azt kérjük a gyerektől, hogy másolja a látványt. A gyerek nem kíváncsi arra, hogy hogy is néz ki az. Az arra kíváncsi, hogy milyen érzelmet vált ki belőle, mit hív elő belőle. És ha arra késztetjük a gyereket, mert arra késztetjük ma is, mikor már nem kellene, hogy másolja a látványt, a felszínt, akkor bizony felszínessé tesszük a gyereket. Mondom, felszínessé tesszük a gyereket. Menjünk tovább egyen. Ezen a rajzon is, ezt férfi gyerek rajzolta, a férfi gyereknek a rajzi formája közül a legfontosabb, a vár is az természetesen, a létrázófa. Itt van a létrázófa a délelőttbe. A férfinak föl kell létrázni a szellem magasáig, vagy a létra, vagy az ilyen létrás fa. A legfontosabb a gyerek számára. Ezért szeret fára mászni a gyerek, ezért szeret a létrán föl alá rohangálni a fiúgyerek, mert neki létráznia kell. Ez Jákob lajtorjája. Isten bocsátja alá, Jákob ott lent van, az ember, ő pedig fönt, és ezen átadja a üzenetet. Nem ezért hoztam ezt a rajzot, hanem azért, hogy ez a fiúgyerek is az eget csöcssorként rajzolja. De ő fiú, egészen más. Itt a csöcssornak a formája, mint a lánygyereknek a rajza. Menjünk tovább egyen. Hét éves korig a régi ember gondolkodásában a gyerek Isten tenyerén él. Téridőn kívüli létező, ezt az időt én, ezt az életszakaszt osztatlan szent időnek neveztem el. Hét éves korában le kell lépnie Isten tenyeréről, hét éves korában érzi először az időt, méghozzá átmenet nélkül rögtön megérzi az időt, és ez óriási változás a számára. Az óriási változást előzendő a gyereklányok, ha hagyjuk őket, és a környezetükben anyagon, a gyereklányok szinte más nem akarnak rajzolni, csak királylányt. A rajzoló lánynak a apja és anyja egyetemi tanár, mind a kettő, és amikor 6 éves lett a lányuk, akkor kétségbe esetten jöttek hozzám, legalább 2 tucat királylány rajzol, és mondták nekem, hogy valami gond van a gyerekükkel, gondolkodásába beszűkült, menjenek-e pszichológushoz, mert ez így nem mehet tovább. Nem sokára iskolába kerül a gyerek, és nem hajlandó mást rajzolni, mint királylány. Ráadásul a királylányokat is úgy rajzolja ez a büdös teremtés, hogy körbe vágja őket. Mindegyiket körbe vágta. Gondosan, szépen körbe vágta. Azelőtt mondta apa is, anya is, szinte kórusba, rajzolt felhőt, napot, fát, virágot, házat, minden. Most meg csak ezt hajlandó rajzolni. A kislány kint játszott az udvaron, miközben a szülőkkel beszélgettem. Kimentünk hozzá, és megkérdeztem tőle, hogyha felnősz, akkor majd hány gyereknek a anyja szeretné lenni. Mire gondolkodás nélkül rávágta, hogy 42-nek. Igen. Igen. Fészeknyi gyereknek az anyja, a 42 a kisgyerek számára a sok, természetesen. Nem egynek, nem kettőnek, nem háromnak, ő nem családot akar tervezni, hanem családot akar majd létesíteni. És bizony a két háború között, Endrődön, még volt olyan család, nem is egy, ahol 20 körüli gyerek született egy anyától, mondom 20 körüli gyerek egy anyától. Semmi gond nincs ilyenkor a gyerekekkel.
a lányokkal, Isten őriz, hogy pszichológushoz vigyük őket, teljesen épeszűen viselkednek. 6 éves kor körül érik meg bennük igazán a szűzi anyaság. Ekkor anyáskodnak, nem csak a kisebb gyerekek fölött anyáskodnak, hanem az öregszülők fölött is anyáskodnak. Tehát nem csak királylányt rajzolnak a kettős anyaságon, hanem játsszák is az anyát anyáskodással. Tessék megfigyelni, hogy ha csak királylányt rajzol, mint ahogy a szülők szerint csak királylányt hajlandó rajzolni a gyerek, akkor hogy rajzolja ezt a királylányt? A szoknya az ő jövendőbeli anyasága hatalmas lesz. Az a földanya maga. Aztán ebben a királylányban jelen van minden, ami a összetettebb rajzon is jelen van. Mert ahol kell a nap, ott hosszú szárú piros bimbók vannak. Ahol uralkodik a nap, ott az a gyönyörű királylány arca csöcs koronával. Igen. És ahol lecsöndesül a nap, ott kicsi szárú kék virágok vannak. És ahol születik a nap, ott az egyenlő szárú kereszt, erről bőségesen szó lesz majd, a harmadik részben a középpontból kiáradó életet és a rendet adó fényesség az ige. Ige. Ez minden rajzol rajt van. Minden. Egyáltalán nem szűkül a világ. Sőt, még olyanra is érdemes odafigyelni, hogy az egyik csöcse ennek a királylánynak, ilyenkor már odafigyel a lány arra is, az hegyes, mégpedig a jobbik csöcse, a bal csöcse az pedig gombölydet. Nem arról van szó, hogy miközben rajzolta a jobbat, elfelejtette, hogy miért kell balra is rajzolni. Itt arról van szó, hogy a kettő között különbség van. Hiszen régen, amikor a keresztelés után szoktatták a gyereket, az anyák, akkor harangszókor kezdték el a szoktatást, harangszókor. Harangszó alkalmas arra, hogy az ember léte fölé kerüljön. Alkalmas arra. Régen, amikor harangoztak, mindenki megállt, bárhol is volt, mindenki megállt. Ha a katolikus volt, keresztet vetett, ha a protestáns volt, akkor fohászkodott. Kalapot emelt, de mindenki megállt. Harangszókor egy villanásra, Isten tenyerére emel bennünket azért, hogy rendeződjünk. Nem shoppingolással rendeződött a régi ember, mert ott csak szórttá válik az ember. Ebben a szemetes, szórt világban csak még szórtabbá válik. Harangszókor ültünk reggelihez, harangszókor ültünk ebédhez. Pontosan harangszókor. Ha a határba vitte ki az asszony az ebédet, aratáskor, szénacsináláskor, akkor is pontosan harangszókor kezdődött az étkezés. És harangszókor ültünk a vacsoraasztalnál. Hiszen nem elhasznált munkaerőnket termeltük újra az étkezéssel. Nem is koleszterinmentes, vitamindús ételeket akartunk enni. Minden étkezés Istennek bemutatott áldozat volt. Kivétel nélkül. Itt egy pillanatra megállok, mert igen fontosnak tartom. Az étkezés és a harangszó tagolta a napot. Megadta a látható nap hármas helyét, a három áldozat alkalmát hozva. Én édesanyám, édesapámmal, öcsémmel, még velem kisfolgári családot létesített már. Apám fakitermelési munkavezető volt. De paraszlányként jött ebbe a családba. Apám kovácsmesternek, falusi kovácsmesternek a fia volt. De ebben a családban is nagyon fontos volt, ebben a kispolgári családban is, hogy reggel ott üljünk az asztalnál. Délben nem tudtunk, mert
apám munkája nem engedte meg, iskolába jártunk mi gyerekek, hogy este ott üljünk az asztalnál. És ebben a családban vasárnap, minden vasárnapon szárnyas áldozat kellett, hogy legyen ebben a hazában. Tyúkot vágtak, minden vasárnapon kivétel nélkül. Szóval minden vasárnapon evédnél anyám a tyúknak a zsírzóját, azt odaadta a tűznek. A tűzbe az ős van jelen. Ami ószövetségünkben, mert minden népnek van ószövetsége, Isten tűzzel teremtette a világot, a tűzből kipattanó szikrával. Odaadta a tűznek. Etették a tüzet. Aki nem etette rendszeresen a tüzet, annak a tüze burrogott, ahogy mondták. Karácsonykor burrogott. Fölpanaszolta, hogy nem mutatták be neki az áldozatot. Apám pedig locsantott egy keveset a borból a földre. Régen földes konyhák voltak, meg földes szobák voltak. Egyértelmű, hogy áldozat bemutatása volt az étkezés. Különösképpen a vasárnapi étkezés. Ezért kellett, hogy harangszókor történjék. Ha megfigyelik a katolikus templomokba, a mai napig, amikor a pap az áldozatot mutatja be, fölmutatja a kelyhet és az ostját, akkor harangoznak. Ma is, ha vidéken járnak, találkozhatnak olyannal, hogy két ember a határba összefut. Egyik-egyik faluból, másik-másik faluból való, munkára mennek, és mind a kettőnek a táskájában, régebben a tarisznyájában bent van a üvegbor. És amikor találkoznak, természetesen megkínálják egymást. És mielőtt innának a borból, mind a ketten locsantanak a földre. Egyik alkalommal a televízióban hallgattam beszélgetést a parasztember etikettjéről, és nem győzte dicsérni az előadó a parasztembernek a higiénikus voltát, hogy íme mielőtt inna, locsant egyet a földre. Pedig ő a földanyának ad inni. Mai nap. Na szóval, harangszókor adta oda a jobb csöcsét először az asszony, a csecsemőnek. A jobbat, nem a balt, mert azt hinné, hogy a balt adja oda, mert ez az érzelem fele. És azért adta oda a jobb csöcsét, hogy lusta ne legyen a gyerek. Ez a napkerte helye, valahányunkban. Menjünk tovább egyen. 6 éves kisnának a rajza. A királylány, a fényes anyaság, a mennybe, fönt. A születés helye az itt lent van, és ugyanígy fény veszi körbe, mint az előző rajzok egyikén látták a szívlevélből szárba szökkenő életet ott alul, az áldozatot. Fénybe történik. Apa helyén hegy, hegyes fák, anya helyén egy egészen más fa, és ott van a madárfészek. Itt kell a nap, az ember lelke kedve megy fölfele, itt uralkodik, ez a szentséges, mennybéli anyaság, és amott leszentül, ahol a fészek helye van. A termőfa helye, az anya helye, a fészek helye van. És a születés helye pedig emitni a fatövébe. Menjünk tovább egyen. Ennél a királylánynál is a jobb csöcs megkülönböztetett a baltól. Itt is itt születik a nap, ott kell,
az egyik csöcs mutatja a korona, az uralkodás helyét, és a hold természetű csöcs, a növekvő, az pedig a leszentülés helyét. Ezt a hármast érdemes megjegyezni. A királylány nagyhaja, az anyai szeretet, a nagy boldogasszonyi, a királylánynak a teste, kapuja vagy sátra, az ő anyaság vágya, benne a nappal, a napocskával, amelyik majd világra születik a méhéből. Ez hármasság, a kettős anyaság és a fiú. Menjünk tovább egyen. Itt is egy kisgyereknek, egy 6 éves kisgyereknek a rajza, és amit a teste sátrába láttunk, az egyelőszáru kereszt és annak 4 mezejébe a pöttyök, ez a bronzkortól kezdve jelen van az ember műveltségében, és napjel. Valamikor a kislány az egyelőszáru keresztet rajzolja a szoknyasátrába, van, amikor a napot, van, amikor a napjelet. Napjel. Napjel. A nap 4 helyzete jelölődik benne, amiről már szóltam. Ez a kislány érzi már, hogy neki le kell lépni Isten tenyeréről. Érzi, mert nem terpeszes ennek a királylánynak a lába. Amíg az osztatlan szent időben van, előnézetbe rajzol, és terpeszes a láb. Amikor kezdi érezni az időt, akkor kezdi rajzolni az oldalnézetet. Erre se hetszeljük a gyereket. Tudom, hogy óvodai rajzi feladat, hogy a gyereknek oldalnézetbe is kell rajzolni figurát. Amikor majd érzi az időt, az idő kapujában a cselekvést mutató, a cselekvést jelölő oldalnézetet is használni fogja. És ez a gyerek is nagyon következetes. Mert egyfelé lép a lábával, ez pedig, ez az egyfele a föld látszólagos, illetve valóságos forgás irány. A lánynak a dolga a föld útján járni. A férfinek a dolga a nap útján járni. És hogy mennyire következetes ez a rajzoló gyerek is, tessék megnézni a szempillákat, a szempillák ugyanarra csavarodnak, amerre elindul a lábával. Mondom, nagyon következetesek a gyerekek. Nagyon. Menjünk tovább egyen. És most jön az, amire mondtam, hogy érdemes odafigyelni, hogy van a kettős anyaság, és van a gyerek. Ez a Mátercia kép. A Mátercia nem más, mint Szent Anna, Szűz Mária és Jézus. Azért ennyit tudok ebből mutatni, mert lekopott a többi. Maros Szent Annán található Erdélyben ez a kép. Őskép. Tessék megnézni Szent Annát. Tessék megnézni Nagy Boldogasszonyt. Azt a végtelen biztonságot, ami benne van. Ez a haj. Ez az anya a gyerek környezetét. A királylány teste az a szűz anyaság, Szűz Mária. És a királylány teste kapujába, sátra van a nap, az pedig a közénk született emberéletvényesség Jézus. Ez a Mátercia kép. A Máterciának ebben a hazában volt. Van hagyományőrző helyen igazán nagy tisztelete, ahol a kettős boldogasszony kép fészkelte Jézus világra születését, Isten Jézusként való világra születését. Ősképi. Ősképi. Így, ahogy van. Menjünk tovább egyen. A gyerek gondolkodása. A legtöbb rajzon, amit itt láttak,
Egész pontosan egy rajz kivételével a gyerek nem kapott rajzi feladatot. Olyan óvodában készültek, ahol nem gyötrik a gyereket felnőttes butasággal. És a butaságot mondok, akkor nagyon visszafogom magamat. Nagyon visszafogom magam. A legtöbb óvodában még ma is csinálják azt, mert hiszen erre okítják a óvóképzőben az óvónőket, hogy letetetik a kisgyereknek a kezét és körbe rajzoltatják. Teszik ezt azért, mert csak az tekinthető fejlett, nagycsoportos gyereknek, aki le tudja rendesen rajzolni a kezét egyebek között. Megfelelő arányba rajzol, és le tudja rajzolni a kezét. Csak hogy a gyerek nem erre kíváncsi, amit lát. A gyerek arra kíváncsi, amit rajzol a kéznél. A kéz sugárzó. A régiek azt tartották, és igazuk volt, hogy minden csecsemő gyerek, amikor elindul felfedezni a világot, akkor nézi a tenyerét. És úgy nézi a tenyerét, hogy így összefogja ujjait. Mintha abba valami lenne. Igen, abba valami van. És ezt a valamit, ami ott van, a régiek Jézus aranyalmájának nevezték, amit boldog asszony adott a kezébe. És mosolyog a gyerek rá, és gügyörész hozzá, és tele van örömmel. A kisgyerek még látja a fényt. Az embernek három fénylője adatott, a két tenyere és a feje. És a gyerek látja a fényt, ma ezt aurának mondjuk. Bizony látja az aurán. És ez a fontos számára. Látja és érzékeli. Hiszen ha rendetlen a gyerek, ha nagyon szórt, ha alig lehet vele bánni, akkor elég az, ha egy öreg, mondjuk nagyapa vagy nagyanya, ráteszi a gyerek fejére a kezét. Egy rendezett ember, aki sugároz, a nyugalmat sugároz, fényt sugároz. Jézus a kezével gyógyított. István királyunk is. És ma is vannak ilyen gyógyító emberek. Ezért lehet gyógyítani. Három sugárzó van. A kőkortól kezdve tudja az ember, mert így rajzolta az ember alakot. A sugárzó két tenyeret és a sugárzó feje. Ezek a firkaformák, amelyek itt vannak, ezek a kisgyerek alapvető firkaformái. Következő részben erről lesz szó. A szálka, a fészek és a kicsi pötty, és rendeltetés szerint vannak itt. A szálka férfiúi, a fészek női, a pötty pedig gyermek. És minden embernek az ujja bögyén ott van a fészek. Ott a fészek. Ezért olyan jó, amikor simogatnak a kézzel. Mert ott a fészek, az ujjak bögyében. A gyereket a lényeg érdekli, nem a felszín. Nem a felszín. Fehérrel is rajzol a gyerek. Azt tudnunk kell, hogy a fehér a színek összessége. Minden szín benne van, a fekete a színek hiánya. A fehér az élet, a teljes élet színe, a fekete a pusztulás színe. Nem szín. És itt a háttérben fehér van. Hányszor, mikor óvodába rajzolnak a gyerekek, mondják, hogy Jóska bácsi, gyere az ablakhoz, ott surlófény van, és akkor lehet a surlófényben azt is látni, amit fehérrel rajzolt. Nagyon fontos a fehér szín. Itt a fehér szín, mint a úgynevezett kozmikus sugárzás lenne, amiről a mai napig szinte semmit nem tud a tudomány. Aminélkül nem lenne a világ mindenség. A hites ember számára ez Isten örökös, kiáradó fényesség.
menjünk tovább, megyen. Most elkezdődik valami, ami ugyancsak a gyerek gondolkodásában már benne van, a rokonító gondolkodásában, ami a naphoz köt bennünket, de a napnak egy meghatározott időszakához. A nagy évbe, kis évbe és az egy napon belül is. Egy kaposvári óvodás kisgyermeknek a rajza. Kitártan rajzolta a háznak az ablakát, és a ház ablakában két virág van. A virág a napnak a földi kedve. Mi az ablakot? Az ablaknak a részeit azt szárnynak nevezzük. Különösen, ha ilyen ablakról van szó. Ablakszárny. Középen ott a fényvirág. Mikor ezt megrajzolta a gyerek, az ő rokonító gondolkodásában előjött a másik, fönt a háztetőn, a ház csúcsára ráültetett nap, és ott is ott van a két szár, a két ablakszár. És amikor óvónőni kérdezte tőle, hogy az ott micsoda fönt, ha egyszer már itt van egy nap, akkor ez itt micsoda fönt, akkor a gyerek azt mondta, hogy az ablak, illetve a nap kinyitotta az ablakát azért, hogy világos legyen itt a földön. Tehát ez a rokonító gondolkodás. Kinyitom az ablakomat, hogy beengedjem a világosságot, ami ott virággá szépül. De ha ez történik az én környezetemben, akkor az égen is kell lenni egy ablaknak. Ha az kinyitja a nap, akkor ide jön a világosságra. Ilyenkor nem szabad a gyereknek mondani, hogy ne beszélj bolondságokat. Ez a szárnyas nap. Szárnyas nap. A szárnyas nap időszaka, keletkezésének időszaka, az ókor, a Krisztus születését megelőző 2160 év, ez a Kos nagy világhónapja. Jézussal a Balak világhónapja következett. Menjünk tovább egyen, de mielőtt a szárnyas napról is erről a világhónapról beszélnék, hadd mutatok egy rajzot, amit egy pécsi óvodás kislány rajzol. Ebben az óvodában sincs rajzi késztetés, illetve rajzi kényszer. Fönt a napban középen, lent a tündérkirálynő van, aki szomjózza nap teremtő fényét, középen van egy madár, aki pedig közvetíti hozza a teremtő fényt. Ez az ősi hármasság, a küldő, a küldött és a fogadó hármassága. Ebben az ősi hármasságban megfigyelik a madarat, a madárnak az oldalán egy 8 szirmú virág található, és a 8 szirmú virág, meg a szárny, az szárnyas nap, hozza a nap üzenetét, a szárnyas fény. Menjünk tovább egyen. A 20. század elején készült az Alföldön, a Liszmerőkanál, Duc László barátom, aki a közöttünk lévő Turul című könyvet szerzette, aki a Turul mítosznak a kutatója, találta meg ezt a kanalat, és a könyvében ír is róla. Bent van mind a három, amit az előbb láttunk a gyerek rajzán, csak másképpen ott fönt, azzal a hatágú virággal a küldő van jelen. Nyelében a turulmadár van jelen. Duc László szerint a turulmadár az koronás madár. Ott a nyélen fönt három négyszögletes faragás, faragott jel látható. László szerint a turulmadarak nyakörves madarak, a nyakörv is jelölve van rajta, és füles madarak. Madárnak a füle nem látszik természetesen. A fül az a férfi természetű dolog.
Ha apát akarja lerajzolni a gyerek, akkor hatalmas nagy füleket rajzol neki. Sok esetben jönnek hozzám az apák, hogy nézd meg, Jóska, hogy mennyire kigunyol engem a saját gyerekem, ekkora nagy lapát fület rajzolt nekem. Nem gunyolja ki, csak a férfiságot jelöli vele. Mondta neki, hogy örülj neki. A törzsi műveltségben a napisteneknek, meg a harcos istenségeknek van nagy füle. Egyértelműen a fül az a férfi természet jelölője. A turulmadár férfi természetű. A teremtő küldötte, fényhozó madara férfi természetű. Ezért jelölődik füllel. És itt van ám a harmadik is, ez pedig nem más, mint a kanálnak a belseje. Íme a küldő, a küldött és az óhajtó hármasa, amit a gyerekrajzán is láttuk. Most nehogy azt higgyék, hogy ez puszta dekoráció. Szó sincs erről. Ez működik. Működött valamikor, hiszen a kenyérsütés az a születés szentséges játéka volt, méghozzá Jézus közénk születésének a játéka volt. Mindig este dagasztották meg anyák a kenyeret, az éjszaka méhe hordta ki a kenyeret, és mindig reggel, akkor, amikor hasadt az ég és kelt fel a nap, amikor Mária kapujában megjelent Jézus, mindig akkor szedték ki a kenyeret a kemencéből, régen. Eljátszották vele Jézus közénk születését, és ehhez a játékhoz kellett ez az ősi hármasság. A küldő, a küldött és a fogadó hármasa a lisztmerő kanálban. Ha valaki kételkedik abban, amit elmondtam, egyszerűen bizonyosságot szerezhet, ha mondjuk elmegy Erdélybe, Székelyföldre, nem is kell odáig menni, csak Palócvidékre menjen el. Minden kenyérben, nem csak a gyónó kenyérben, és nem csak a Szentostjában, hanem minden kenyérben titokzatos módon bent volt Jézus teste. Ha egy falat kenyeret leejtettünk, azt meg kellett csókolni, fölvenni és megcsókolni. Mert az Jézus teste. A búza a napnövénye. Abból készült a régi kenyér. A nap Jézust idézi meg. A régi ember azt tartotta, hogy minden búza szemen rajta van Jézusnak a képe. A búzát életnek nevezte, és a búzából sütött kenyeret is életnek nevezte. A régi ember nem melózott, nem ismerte a melót, se a robotot. A régi ember a kenyérsütésnél is misztérium játékot tett. És ennek az ősképi jellege, alapja vele születik minden emberrel. Menjünk tovább egyen, és itt következik az, amit előlegeztem már, hogy a Krisztus születését megelőző kosvilág hónapban, Krisztus születése előtt, mint egy 2000 évvel, megjelenik napkeleten a szárnyas nap. Az ott fönt az egyiptomi, ez a szíriai szárnyas nap, az ott a hetitta, ez az asszír, ez pedig a babilóniai szárnyas nap, és amit itt a középső soron látunk, fönt a kalotaszegi szárnyas napok vannak, itt lett pedig buzsáki szárnyas napokat találunk. A szárnyas nap profécia. A termékeny félhold területén, ami Észak-Afrikától egész a Kaukázusig vonul, beleérte a mai Izrael területét is, jelenik meg a szárnyas nap. A szárnyas nappal Isten proféciát tesz, közli, hogy világra születni készül. Ebben az időszakban jelenik meg
az Istenszülő asszony képe is. Ez a hármasság együtt. Tehát a küldő, a küldött és az óhajtó. Isten nem személyválogatós, ezért nem csak a zsidósággal közölte azt, hogy ő világra születni készül. Ez a profécia megjelent minden népnek, a napkeleti népeknek, a termékeny félhold népeinek szárnyos napként jelenik meg. És hangsúlyosan mondom, ekkor keletkezik, formálódik föltehetően a boldogasszony képünk is. Menjünk tovább egyen. Egyedül Magyarországon maradt meg a szárnyas nap a mai napig, illetve néhány néptöredéknél a Kaukázusban, velünk rokon néptöredéknél. Nálunk a szárnyas nap a mai napi jelen való. Amit itt látnak, egy hettitta szárnyas nap, középen a nyolcágú napvirág, a küldő, a küldött szárnyai, és ott van természetesen ebben a szárnyas napban a kétfele tekintő madár is. A kétfele tekintő madár az a kos hónapjának, a nap diadal útjára lépésének a jelölője. A kétfele tekintő fej között ott találjuk a hármas sziromlevelet, az élet alaphármasságát. Ebben a proféciában benne van az, amit mi nagyon régtől tudhatunk, hogy áldozat nélkül nincs újulás. Jézus egyebek között azért születik közénk, lesz emberré, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye. És az áldozat nélkül nincs újulás, az benne van a népmeséinkben. Azokban a népmesékben, ahol a fehér lófia, a naphős, az alsó világból szabadítja ki a királylányt. Amikor jön fölfele az alsó világból, sas hozza őt, akkor a sas egyszer jobb fele tekint, kéri a jobb combját. Aztán bal fele tekint, kéri a bal combját. Aztán megint jobb fele tekint, a jobb kezét kérve, megint balfele tekint, a bal karját, a bal kezét kérve. Minden tavaszon áldozatból, minden kos időszakában áldozatból támad újra az élet. Népünk úgy tűnik ezt Krisztus előtt, Krisztus születése előtt is tudta. Hiszen ezeknek a meséknek a töve, amelyek a mai napig megmaradtak, igen régi. És itt van a kétfele tekintgető madár ebben a mesében. Ez nem kétfejű madár, hanem a kétfele tekintgető madár, és ebből a kétfele tekintgetésből támad az élet. Természetesen, amikor a naphős az alsó világból fölhozza a királylányt, ez az újjá születő nőnövény a környezetünkben, és a vele együtt újjá születő lelkünk, akkor itt épebb lesz, mint volt. Hiszen a gyógyító füvek alkalmát adja annak, hogy minden potlódjék benne, ami áldozatból támadt. Menjünk tovább egyen, és Kalotaszegen is megvan ugyanúgy középen a szárnyas napnál, a nyolc szérmú naprózsa, ott a szárnya, a kétfeli tekingető madár, ez a csigavonal, ez az életnek és a léleknek a jele, ősképi jele, és ott van a hármas is, három fénymagban. Ezek kötelező tartozékai a hármas napnak, a szárnyas napnak. A szárnyas nappal alig foglalkoznak tudósaink,
De ha némelyik oda is tekint a szárnyas napra, akkor azt mondja, hogy ezt föltehetően Kazáriában láttuk valamelyik napkeleti népnél, amikor ott éltünk együtt velük, és úgy loptuk tőlük. Nos, ezeknek az uraknak csak azt lehet üzenni, hogyha valóban loptuk volna mi ezt a szárnyas napot, ezt az égi proféciát, hogy az Isten közénk születni készül, akkor nem mertünk volna hozzányúlni. Ha valaki vagy valamely nép mástól, egy másik néptől lop egy formát, akkor nem mer ahhoz hozzányúlni. Azért lopja a formát, mert tudja, hogy a másik népnek az jót hozott, és Isten őriz, hogyha változtatom a formát, akkor a formával járó, belevarázsolható jó az eltűnjék a környezetemből. Ahány szárnyas nap van Kalotaszegen, az annyi forma. Ezek az alapvető dolgok mindegyikben bent vannak, de annyi forma. Amikor ez az üzenet érkezett, akkor mi ott voltunk a forrásvidéken. Ezt a proféciát mi közvetlen Istentől kaptuk. Azért van a mai napig jele, a fény népénél, Kalotaszeg népénél, és azért annyiféle, ahány ember faragja, illetve ahány asszony hímzi. Menjünk tovább, menjen. Kalotaszegi szárnyas nap. Még döbbenetek. Amikor a Világ Virág című könyvemet szerkesztettem, most már 20 esztendeje annak, akkor közel 40 ezer képet rajzoltam le, ősképet rajzoltam le a világ minden tájáról. Mondom, közel 40 ezer. Ebből néhány ezer került bele a világvirágba. És miközben rajzolgattam ezeket a képeket, akkor döbbentem rá arra, hogy a legtisztább ősképi fogalmazás az itt a Kárpát hazába maradt meg. Mindenkinek azt ajánlom, hogy ezeket a képeket, ősképeket ne csak nézegesse, hanem rajzolja is le, vagy himezze és faragja. És ne csak itthon nézzen körbe az egész világba. Mert arra fog rá döbbenni, beleértve törzsi közösségeket is, hogy sehol a világon nincs olyan tökéletes fogalmazása az ősképeknek, mint nálunk, magyaroknál. Sehol. A Kárpát-medence kovászt tartalékol. A következő részben majd tagoltabban beszélek arról, hogy miféleképpen tartalékolja ezt a kovászt. De itt egy csöpp előleget azért hadd adok ennél a jelnél. Ennél a végtelen beszédes, tiszta jelnél. Az egyelőszárú kereszttel osztott kör és a benne lévő négy mag, magocska, az napjel. Erről már szóltam. Egyik királylánynak a szoknyasátrában is láthattuk, illetve szoknyakapujában. A nap négy helyzete van benn, születik a nap, föl kell, uralkodik és leszentül. A napjel szírmosodva azt közvetíti, hogy teremtő és teremtett egy. Népünk tudásában a virág a nap földi kedve. Népünk tudásában a nap kedvét a virág színével, illatával és formájával tudja a legjobban közvetíteni. Tehát teremtő és teremtett kettőse, egybe rajzolva. És szírom. Ugyanakkor itt nem csak a küldő van jelen, napjelként, és az általa teremtett világ, hanem ami közbül működik, a fényhozó madár is, ott van a két fele
tekintgető madár, és ott van közötte a hármas szirombokor, az élet alapszámossága. Tehát ez nem csak küldő és teremtett, hanem küldött, teremtő és teremtett hármasa is, egybeírva. A lehető legtisztább egységbe. És ami az előző olvasatnál szirom, az itt szárnyá változik. És ezt ne felejtsék el. Az eszer szótőt ne felejtsék el, mert a következő alkalommal ezzel bőségesen foglalkozni fogunk. Szirom és szárny. De aki hasonlót tud hozni, azokat természetesen szívesen fogadja az ember, mondom, aki hasonlót tud húzni. Mert addig valóságos tudása nincs az embernek, amíg nem néz utána a dolgoknak. És ez a iskolarendszer, ami ma ebben a hazában is működik, ez nem készteti arra a hallgatókat, hogy utána nézzenek a dolgoknak, hiszen ex katedra jelentenek ki dolgokat, és tisztában vannak vele, hogy úgyse néznek utána. Különben is tisztelet a kivételnek, a legtöbb tanárember az azt szereti, ha visszaböfögik azt, amit tőlük hallottak, méghozzá panelekben. Menjünk tovább egyen. Hettita pap és a szárnyas nap. A mai Dél-Törökország területéről a pap a bal kezében tartja a proféciát. Ott van a profécia. Ott van fönt a küldő, ott a küldött, és középen, aki mindezt várja. A pap, a proféta az, aki kapta és közvetíti ezt a proféciát. Ősképi dolog, hogy a kapott üzenet mindig, szinte kivétel nélkül mindig a bal kézben valósul meg. Menjünk tovább egyen, egy kicsi kitérő, fővárosi gyereklánynak a rajza. A bal kezébe, szirom tenyerébe ott van a virág. Ő a virág. Nálunk magyaroknál, amikor 14 éves korában lányjá avatták a gyereket, meddig gyereklány volt, akkor megkapta a virágos kert gondozásának a jogát. Mert jog volt ez, nem csak kötelesség. Ő volt a virág. Ő téphetett onnan virágot, ha ment a mulatságba, akkor tépett is. Ő vitte a legénynek a virágot. Egy szál virágot vitt csak a mulatságba, mert ha virágcsokrot visz, abból nagy verekedést támad. És azt a legénynek a gomjukjába, vagy a kalapja mellé tűzte, mint egy felajánlotta magát. Ha nem szeretőnek, hanem feleségnek. A virággal. Östudás van benne. A gyereklányok a világ minden táján önmagukat jelölik a virággal és bal kezükbe. Menjünk tovább, megyen. Ez egy másik fővárosi kislánynak a királynány rajza, ahol szintén a bal kezébe tartja a virágot. Menjünk tovább, megyen. Ez pedig egy pásztorfaragás. A 19. század második feléből, ahol a lány viszi a bimbós virágot a legénynek. Én, amikor Budapestre kerültem, akkor, amikor először itt Pesten udvarolni kezdtem egy kislánynak, egyetemista voltam, akkor vettem egy 100 szegfűt, hogy azt elviszem a találkozásra. De borzasztó volt vinni a szegfűt. Ezért hátam mögé tettem, mert szégyeltem vinni.
Aztán úgy éreztem, hogy mindenki engem néz, és tényleg mindenki engem nézett, mert állandóan hátra tekingettem. Aztán beletettem a virágot, hogy fejjel lefele zsebembe, hogy ne lássák, de akkor kilátszott a szekfőnek a hosszú szára. Aztán letörtem a szekfőnek a hosszú szárát. Mire odaértem a találkozóra, addig azt a virágot már nem lehetett átadni természetesen. Ma is, ha feleségemmel látogatóba megyünk, akkor a házasszonyának viszünk virágot. Egészen az ajtóig a feleségem hozza a virágot, onnan én átveszem és átnyújtom az asszonynak. Számomra ez képtelenség, hogy a férfi viszi a virágot. Ősképű. Kitérő volt. A profécia itt jelenik meg, a feladatunk itt a bal kézbe. A majáknál csak úgy, mint a hetitáknál, vagy a saját műveltségünkbe. Azokban a műveltségekben, ahol az ősnév, az őskép kötelező. Menjünk tovább egyel. Mindjárt szünetet tartunk, csak egy valamit még szeretnék elmondani. Végre úgyse érünk ennek az első díjasornak. A kőkori műveltségben megjelenik az a madáralak, ami egyve nő alak is. Eddig azt néztük, hogy a küldő és a küldött, most pedig annál, ennél azt vizsgáljuk, hogy a fogadó, a fénytóhajtó és a küldött. Ez a madárasszony forma. Szibériában, Pazirik környékén találták a régészek ezeket az idolokat. Hogy nőről van szó, az egyértelmű, hiszen ez a háromszög, ami fölfele csúcsos, ez a háromszög a nőnek a jelölője, ősképi jelölője. De egyszerre madár is ez a nő. És ebben a nőben bent van a madár hozta fényesség. Bent van az élet lélek jele is. Kőkortól jelen van. Jelen vannak ezek a madár istenanyák, madárasszonyok. Menjünk tovább egyen, és természetesen Krisztus születése előtt megjelennek ezek a asszonyok, Isten szülő asszonyok, akikben ott van fönt a madár. Ez Pun Stele, Észak-Afrikából, a római korszak előtti. Megjelenik a profécia. Isten szülő asszony, aki a bal kezébe mondja, mondom, a bal kezébe mondja el azt, hogy ő szűz. Egyértelműen. Ez a hálós tagolás, ez a rendszerezést mutató jel a szűzségre utal, de ott a feje mellett lévő urok is a szűzséget idézi meg. Gimnazista lányoknak kedvenc láttartása ez. Ez ősidők óta a szűzséget jelöli, még csukott a kapu. Szűz. A szűz, aki megkapta a proféciát, hogy jönni fog a fény. Akit méhébe fogad, és majd bárányként a világra szüli. Mondom, bárányként a világra szüli. Hiszen János mondja Jézusról, hogy Isten báránya. Menjünk tovább egyel. Ezek a madaras madonnák itt vannak nálunk is. Na nem a tudósok nevezik, hanem a népi vallásosságban élő emberek nevezik ezeket a középkori köpenyes Máriákat, madaras Máriáknak. Ez a Vizsai Mária, Vizsai templomból való. A fehér fátyol az, amelyik a madár. A madár és Mária együtt. A fényhozó és a fényonhajtó együtt. Menjünk tovább egyen. A Nógrádsápi középkori madaras Mária, ahol ugyancsak a köpenye és a feje formája madárszárnyat, illetve a madarat együtt. Menjünk tovább egyen. Itt a napszülő, Istenanya, Szkita megfelelője,
És ősképi változata a gyerekrajzokon, amikor a Tündér király lány, aki fölött ott van a nap, Tündér király lánynak a fátyola hasonló, mint a szkíta napszülő asszonynak, Isten asszonynak, itt alul a szoknyája csigavonala, és ugyanúgy szárnyas természetesen a Tündér királynány is, mint ahogy szárnyas ez a fényes kész szkíta napszülő asszony alak. A madár hozta fényesség napocskaként világra születik. Menjünk tovább egyen. És erről a rajzról szeretnék még valamennyit mondani. Budapesti kislánynak, 6 éves óvodáslánynak a rajza, dehogy rajza, festménye ez. Ha óvónéni meglátta, akkor azt mondta neki, hogy már megint milyen butaságot festettél. Ugyanis a kislány a királylánynak a fejére egy fészket festett. Arra a fészekre rászáll a madár, és piros tojást tojik bele. Ennek a kislánynak, a királylánynak a szoknyája pöttyös. A pötty a szűzség megidézője. Semmi butaságot nem csinált ez a kislány. Ez a madaras asszony alak, amelyik a kőkortól egész napjainkig jelen van a természetes műveltségbe, ott, ahol az ősképeket fontosnak tartják, de szokásként is jelen van. Ez nem más, mint emese álma mítosza. Emese álma mítosza kettős változatban maradt ránk. Az egyik változatban a madár hozta fény, az, amelyik megfogan benne. A másik változatban már áldott állapotban van, a madár az áldást hozza a méhébe lévő magzatra. Emese álmában kapjuk meg azt, hogy az ő méhéből egy fényes folyó fakad. Ez a fényes folyó adja azt a fényes királyi nemzetséget, amit mi Turul nemzetségnek nevezünk. És a legfényesebb nemzetsége a világnak a Turul nemzetség. Emese madárasszony. Emese madártól kapta az isteni fényességet, azt az áldást, amelyik a Turul nemzetséget valósította. A Turul nemzetség igazolhatóan a legfényesebb nemzetség. Nincs a keresztény világban olyan nemzetség, nem hogy királyi nemzetség, egyáltalán olyan nemzetség, amelyik annyi szentet adott volna a világnak, mint a Turul nemzetség. Ha valaki Portugáliába jár, ott a portugáliai Erzsébettel találkozik, aki árpátházi. Akkor Piroskával, Szent László fiával, Kingával, a lengyeleknél, hadd ne mondjam. Szóval arról, hogy Szűz Mária után a kereszténység legtiszteltebb szentje az az, akinek a névünnepe az holnap lesz. Árpátházi Szent Erzsébet. Ahhoz, hogy ez a fényes királyi nemzetség valósuljon, ahhoz kellett a madárasszonyság, ahhoz kellett a fényhozó madár. A Galga mentén, ezelőtt néhány emberöltővel, mit néhány emberöltővel, 2 emberöltővel, amikor fönt a tetőtéren, mert ott vetették meg a nászágyat, a lakodalom első napján, ott megvolt a összefekvés, ahova még a vőlegény ment föl és a mennyasszony, de onnan már az ember jött le és az asszony, akkor fölkontyolták a tiszta szobába az asszonyt. Nálunk nem kendőadás volt, mint a szlávoknál vagy a germánoknál, egyszerűen annál az oknál fogva, hogy a mi asszonyainknak nem kendőjük volt régen, hanem főkötőjük.
a Sárkózy főkötő, vagy a Palóc főkötő, az messze földön ismert csoda. A főkötő alá, amikor a nyoszori asszony kibontotta a asszonynak a haját, újra befonták a hajat, és a főkötő alá fészekként rakták konyba, fészekként. Erre a fészekre került rá a főkötő. Amikor már nem volt magfogadó az asszony, akkor a konty ide hátra lecsúszott, de addig ott volt fönt fészekként. És erre a fészekre, a főkötő fölé, oda kötötték a pipiskét. Oda kötik ma is, még szokásból, a hagyományos esküvőt tartanak. A pipiske pedig egyszerre virág és egyszerre madár. Egyszerre fényhozó és egyszerre fényt valósító. A pipiske a palócoknál és a galgamentieknél az egyik pacsirta fajtának a neve. A pacsirta pedig az a se nem kicsi, se nem nagy madár, amelyik éppen akkora, hogy az eget a földdel összekötheti. És az ember beszélget. Nem terepre megy adat gyűjteni, tesztelni az embereket, nem alázza meg a másik embert, hanem beszélget velük társként. Van jelen a környezetünkben, akkor nagyon hálások. Akkor elmondják azt, hogy tudjuk, hogy a magot, amiből méhünkbe magzat fejlődik, azt az Urunktól kapjuk. De ahhoz, hogy áldás legyen a magzaton, ahhoz kell az égi madár, kell a fészek, a fény óhajtó fészek és a pipiske, az égi madár, a fényhozó madár. A világ ősképekben minden porcikájában összerendezett kerek egész. Nem volt, van. Lehetősége ma is megvan. Úgy, ahogy megvan a küldő és küldött kettőse ennél a népnél, a szárnyas napban, úgy ennél a népnél megmaradt a küldött és az óhajtó kettőse is, madárasszonyként, nem csak rajzi formában, ősképi rajzi formában, hanem megmaradt szokásban is. Megmaradt szokásban az ősképi emese álma. Még egyet kérek, Tamás, mert ez még hozzátartozik, hogy anélkül, hogy előírta volna állam vagy egyház ebben a hazámban, valamikor minden mestergerendán rajtolt a szárnyas nap. Azért ezeket jó tudni, nem illik tudni, ezeket jó tudni. Nagyon elrejtik ám ezeket. Ha valaki Csernátonba megy, a Csernátoni Falumúzeumba, Kézdivásárhely közelébe van, akkor ott régi székelyházba látja még a mestergerendán a szárnyas napot, de tucatjával vannak azok a megmentett mestergerendák, amelyekkel rajta van a szárnyas nap. Itt is ott kell lenni a hármasságnak, az élet alaphármasságának. A mestergerenda az az első házba volt, a tiszta szobába, amelyik a házkápolnája volt. És amikor keresztelőről hazavitték a gyereket, amikor bölcsőbe tették az első házba, a tiszta szobába, akkor a mestergerenda alá tették a bölcsőt, és a régi magyar település formánál lábbal kelet felé feküdt a gyerek, azaz ablak felé feküdt. Azért mondom, hogy a régi magyar település formánál, mert szeres település volt. És a szeres településnél a telek kellős közepére építették a házat, és természetesen, hogy keletelték. Mint ahogy öregapám Pankaszi háza is keletelt ház, és nem az utca szélére épp. Ott volt fölötte szárnyas nap.
aki hozza a fényességet. Amikor elérkezett az emberélet utolsó időszaka, akkor a nyújtópadot a mestergerenda alatt készítették el, azzal a különbséggel, hogy arccal és lábbal az ajtó felé volt a halott. Fölötte a szárnyas nap. Aki hozza a lelket, és aki viszi a lelket. De ennek szertartása a régi körtemplomainkban is megvolt. A kör alakú templomainkban, amelyeknek nincs párja Európában. Olyanféle templomokban, mint ami megmaradt Öskün, ahol két rézsű ablak van, egyik keleten, másik nyugaton, a henger két oldalán. Igen kicsik ezek a templomok, hiszen bizonyos szertartásokat végeztek benne, és ezek fényszertartások voltak, bizony fényszertartások voltak bizonyíthatóan. Azért bizonyíthatóan, mert a mi fényszertartásaink azok mind körkörös játékkal valósultak. Születésnél is, mikor ott állt a tiszta szobában a bába asszony, a javús asszony és a szülőanyja, a régiek állva, ülve vagy guggolva szültek, akkor azok az asszonyok, akik a nemzetségben már szültek, a nap látszalagos járása irányába körbejárták a bábaasszonyt és a szülőasszonyt. Szülőboldogasszonyt hívták segítségül. Kör alakba körbejárták. Amikor felravatalozták a halottat, akkor szentelt gyertyával a halott szószólója, a javús asszony vezetésével körbejárták a halottat ellenkező irányba. Mondom, körbejárták. Ezt a két dolgot mondom el most, dolgok tucatjait lehetne fölhozni, hiszen ebben az ágban minden porcikájában összehangolt műveltség működött. Más hazában is természetesen. A kör alakú templomnál, ahol nyilván a keresztelés és a ravatalozás is megtörtént, ahol keletről kell a nap, azt tapasztaljuk, hogy a születés idején, ez a kelő nap ideje, a születés idején először fönt látjuk a fényt, hiszen alulról jön fölfele a nap. Aztán egyre lejjebb száll annak a fénye. Délután pedig lent látjuk a fényt, és aztán egyre magasabban látjuk a templomban annak a fényét. Ezek a templomok egyértelműen a fényszertartás templomai voltak, ahol maga a nap játszotta el a föntől alá szálló fényességet, a lélek fényességét, és maga a nap játszotta el az innen visszatávozó, teremtőhöz visszatávozó fényességet. Az Öskői templomban voltam barátaimmal. Itt költözöttünk egyik barátom, aki szakdolgozatot írt róla, és vállalta azt, hogy a magyar körtemplomokat annak vélhető szokásrendszerét azt fölkutatja és könyvbe megírja. Nagy szükség lesz rá, szóval együtt voltunk ott egy csapattal, és hát borzasztó volt tapasztalni azt, mikor romai mintára készítenek egy szentélyt, hozzátoldják a templomhoz, és hogy onnan kell beszélni a papnak, toldalék. Semmi közelkörhöz. Odaálltam be a toldalékba, és elkezdtem beszélni, és a henger össze-vissza verte a szavakat. Mondom, össze-vissza verte a szavakat. Semmi köze a hengerhez.
semmi köze. Seb, idegenség, kitalált. De amikor középre álltam, nem egészen középre, és elkezdtem énekelni a Boldog Asszony Anyánkat, bármelyik éneket énekelhettem volna, egyszerre énekelt az egész templom, és úgy hangzott, hogy a mindenség énekel. Ezek a templomok a körszertartás templomai voltak. Ezekben a templomokban az áldozatot azt középen mutatták be. Az az áldozat hely. Onnan föntől érkezik, és onnan megy vissza. Menjünk tovább egyelmi. Ez még a szárnyas naphoz tartozott. Ez az utolsó kép, amit itt mutatni szeretnék. Kalotaszegi körösfői sírkő. A szárnyas nap. A szárnyas nap. Mint őskép, mint lelkénkbe fészkelő csoda. Hozza, és a szárnyas nap, mint őskép, viszi a lelket. Még egy diát kérek. És hát ez következne, de hát erre már nem jut idő ma. Egy következő 6 órában. Ebben a rajzban összegződik, szinte teljesen összegződik az, ami a gyerek eredendő ősképi belső gondolkodásából következik. Ebben az egy rajzban bent van az egész mitológia. Az egész mitológia. Ebben az egy rajzban, amelyik hegynek készült, olyan hegynek, aminek a gyomrába fészek van, amire oszlopot épített a rajzoló kislány, és amelynek oszlop fején megjelenik a nap, mint virág. A teremtő is teremtett egysége. A nap, mint virág, a nap, mint személy. Amikor az anyaméből az ember világra születik, akkor az a törekvése, hogy a kindve megtalálja a fönti biztos pontot. A teremtő életet és törvényadó fényességet. Ez nem választható, ez kötelező. Ez kötelező. Ezen a rajzon rajta van az a didaktikusan hangzó kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és erre a válasz. A tiszta, szép, egyértelmű válasz. Azért, hogy a teremtőt megismerjük, és őt szeressük. Egyértelmű. Amikor megrajzolt ezt a gyerek, akkor rajzolta két ágkart. És a két ágkarra hatalmas nagy szilomtenyereket formált. Ott a három fénylő. A két tenyér, a szilom és a fej. És az egész világ benne. Régen a hegy közepén, hegy teteje közepén választották ki a Szentligetet. Ott volt a szent fa. Ott volt a világot tartó oszlop.